Gurigóját jászapáti lakosai mentették meg a fagy és az éhhaláltól, az állat gyógyulását pedig az interneten is nyomon követhették. A gúja az állapota miatt nem tudott elrepülni, ezért Magyarországon várta, hogy beköszöntsön a tavasz. Észrevettük, hogy van egy gólya, aki nem természetes, hogy januárban a területünkön van, és ennek kapcsán, hogy ez a gólya túlélje a nagy hidegtelet, így úgy gondoltuk, hogy mindenképpen segítségre van szüksége, és nem csak mi egyedül, hanem az egész város is mellénk állt. Nagyon sokan jelezték azt, hogy igenis szeretnék, hogyha ez a gólya, ha máshogy nem, az táplálásába tudnánk neki segíteni. A helyiek azonban rátaláltak, és mindent elkövettek, hogy megmentsék az életét. Egy bizonyos helyre szoktattam még a fagyok előtt, hogy megszokja, hogy hova fog enni kapni. Utána hordtam már ki neki vizet is. Ott a vödörtől még tartott egy kicsit, mert csak messziről közelítette meg, de utána rájött, hogy abba víz van neki, az is jó lesz. Sőt, volt úgy, hogy a csirkenyakból tettem a vízbe is, hogy állítólag ő mártogatva eszik, és akkor onnan is kiszedegette a csirkenyakat a vízből. Úgyhogy az a bizonyos hely, az ott neki bevált, ő odaszokott, utána voltak, akik hoztak ki neki ennivalókat, lerakosgatták ide az út mellé, de azokhoz nem jött ide. Tehát az a távolság kellett neki a köves úttól is, hogy mégse ennyire közel jöjjön az autókhoz. Gurit először január elején fedezték fel a város határában. A sorsáról pedig most már rengetegen tájékozódnak a Gólya Teleltetés Facebook oldalon. A Telelő Gólyák Gólya Teleltetés Facebook csoport, amit 2017-ben Márton Vlad András hozott létre, elég régóta nyomon követem őket, és innen tőlük kértem segítséget, és tudtam, hogy valószínű, hogy a csirkenyak lesz számára a leginkább kedvező falat, amit be tudunk szerezni, de ezen kívül kapott egy horgász ismerősünktől apró halakat, vagy éppen csirkeszívet is, ami a kedvenc semegéje volt, de zömmel csirkenyakat kapott, amit pépesre vertünk, és így adtuk neki, így kínáltuk neki. A gólya rengeteg élelmet kapott, ugyanis a helyiek megszervezték neki. Hát január 7-én jelent itt meg mellettünk a területen a gólya, és szakértők mondták, hogy hogyan helyesen, hogy tápláljam csirkenyakkal, sikerült zúzott csirkenyakkal, sikerült közelebb édesgetni. Érdekes volt, mert felismerte a ruházatomat, hogy mikor, melyikbe mentem ki. Volt úgy, hogy éhes volt, akkor itt közelebb jött a területen, követelőzően nézett befele, hogy megérkezek-e már a hamival. Délelőtt délután volt a nagy hidegek beetetés, langyos vízzel vödörbe. Most már a jobb időkben már csak délután jött erre, most meg pedig már csak erre néz, de már enni nem eszik ebbe a szép napos időbe. A madár csirkenyakat és apró halakat is kapott már, hogy újból erőre kapjon.